A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Rudas Közgazdasági Szakgimnáziuma és Kollégiuma már évek óta tagja a pénziránytű alapítvány hálózatának. Rendszeresen vesznek részt az általa meghirdetett versenyeken, amelyek célja a pénzügyi tudatosság elmélyítése a fiatalokban. Hétfőn pénzre váltható tudás címmel tartott pénzügyi projektnapot a pénzügyi alapítvány és a Diákhitelközpont ZRT közösen a Rudas iskolában. Az előadások mellett interaktív pódium beszélgetésre is lehetőség volt Mihók Attila vízilabda edzővel, Erdélyi Csanád válogatott jégkorongozóval, valamint Soblóher Barbarával és Jancsó Gáborral, a Blaha Louisiana zenekar tagjaival, akik saját pénzügyi élményeiket osztották meg a fiatalokkal. Voltak ilyen kérdés, hogy kaptunk a zseppénzt, meg hogy hogyan tervezünk a jövőben a saját pénzénkkel, és ez olyan tök jó feladat volt, hogy alapból az ember nem biztos, hogy ezekre minden nap így gondol, hogy tervezek a dolgokat, de most így kérdezték, így mindig át kell gondolni, és amúgy az tök jó, hogy a diákok figyeltek, és nem az volt, hogy mindenki a telefonba bújva alszik, vagy stb. Szóval így én szerintem ez egy nagyon jó kis programsorozat, mert fenntartja a diákok figyelmét. A rendezvény fő célja az volt, hogy hozzájáruljanak a diákok pénzügyi kultúrájának fejlesztéséhez, a gyakorlati pénzügyek felelős kezeléséhez. Például nekem sokféle diák munkatapasztalatom van, meg ugye most, ahogy elkezdtünk mi is a zenekarral komolyabb szinteket meglépni, hogy igen, foglalkoznunk kell napi szinten azzal, hogy például egyéni vállalkozók vagyunk, meg a bejelentések és a járulékok, és ezek fontos dolgok, adóbevallás, ugye, és ezeken az elején olyan docögősen megy át az ember, és ezt el tudtuk mesélni, hogy igazából ez egy tök egyszerű dolog, csak olvastuk utána, és mindent tökre el lehet intézni. Szóval ez nagyon hasznos, hogyha 18-7-8 évesen az ember ezekkel már találkozik arról, mert akkor nem fog szívromot kapni, amikor 20 évesen először elé kerül egy ilyen navos papír. A foglalkozásokon szembesítették a fiatalokat azzal, hogy mennyibe kerül egy nyári fesztivál, a jogosítvány megszerzése, vagy egy fél év a felsőoktatásban. Így végig gondolhatták, mikor és milyen bevételi forrásokkal kell rendelkezniük, hogy megvalósíthassák céljaikat, vágyaikat. A fiatalok azt gondolom, hogy nagyon jól látják a helyzetüket, és talán azt tudnám mondani, hogy picit független is, hogy milyen a családi háttér. Én azt gondolom, hogy nagyon sokuk vállal például nyári munkát, és nagyon sokaknak vannak álmaik és terveik, legyen az tényleg akár egy továbbtanulás, vagy egy jogosítvány, vagy csak egy szuper nyári fesztivál, és én azt gondolom, hogy ők erre a nagyobb százalékban tudatosan készülnek, hogy hogyan is tudják ők ezt megfinanszírozni. Tényleg, akár a legapróbb dolgoknál, hogy a zseppénzből picit félretesz, és inkább arra koncentrál, hogy nyáron egy jó bulin vegyen részt. A rendezvény zárásaképpen egy online pénzügyi kvízshowra invitálták a diákokat, ahol ellenőrizhették a délelőtt folyamán megszerzett tudásukat. A ceremóniamester pedig Garami Gábor volt.